olyan embereknek köszönjük meg a munkáját, akik rengeteget tettek ezért a közösségért az elmúlt időszakban. Olyan emberekről emlékezzünk meg, akik példaképek a közösség számára, akikre büszkék lehetünk mindannyian. És azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy ezeket az embereket köszöntsem itt ma este. Nem is kevés emberről van szó. A képviselő testület több határozatot is hozott az ajánlások alapján, és a határozatok sorrendjében fogom én ezeket a díjakat átadni. Az első határozat így szól. Pilis-Csaba város önkormányzatának képviselő testülete a városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló 22/2016-os önkormányzati rendelet 8. paragrafusában foglaltak alapján dr. Lengyel Sándor pilis-csabai lakos részére a Pilis-Csabaért emlékplakettet adományozza. Köszönöm a munkádat. Mezőgazdasági szakképző iskolában dolgozott és tanított László itt az elmúlt években. Itt is tanult egy ideig, az Alma Materhez tért vissza, és 1980-ban doktorált, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Oktatási Háttérintézetének volt a főigazgatója egy ideig. Az utóbbi években pedig a Nyugdíjas Egyesületnek az elnöke, és szintén közösséget szervez és hatalmas munkát végez a településért. Köszönjük neked ezt a munkát. Pilis-Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete a városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 8. paragrafusában foglaltak alapján Mozár Ferencné. A Szent László óvoda vezetője részére a Pilis-Csabáért emlékplakettet adományozza. Köszönjük szépen a munkádat. Elvire az, aki 26 éve az intézmény alapítása óta vezeti a Szent László óvodát. Egy kis óvodából egy hatalmas óvodát csinált, ami ahova rengetegen járnak, és a környéken nagy híre van, és büszkék lehetünk rá az egész településen. A keresztény értéknek az átadása megtörténik már kisgyerekkorban ebben az intézményben. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkádért, és köszönjük szépen. A képviselő testület a kitüntető címek alapításáról és annak azok adományozásáról szóló rendelet 5. paragrafusában foglaltak alapján Krasznai Gyöngyi, pilis-csabai védőnő részére a pilis-csabai közösségek szolgálatáért díjat adományozza. Jár hozzá egy külön, ezt csak neked adom oda. Köszönjük szépen a munkádat. Gyöngyi az, aki az óvodáig kísérte a nagyon sok gyereket itt Pilis-Csabán, és a mai napig bárki számíthat rá, bármikor föl lehet hívni, a laudációból is kiderült, hogy tényleg lelkiismeretesen követi a gyerekek egészségét, mindennapjait lehet rá számítani a továbbiakban is itt Pilis-Csabán. Köszönjük szépen a munkádat. A képviselőtestület a városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 5. paragrafusában foglaltak alapján Székely Szilvia. A Pilis-Csabai Napsugár óvoda vezetője részére a Pilis-Csaba közösségének szolgálatáért díjat adományozza. Köszönöm szépen, még neked is jár hozzá egy kis olvasnivaló. Köszönöm szépen, és hát Szilvi volt az, aki gyakorlatilag a szakmáját itt kezdte ebben az intézményben, illetve ő hozta létre magát ezt a nagy intézményt itt Pilis-Csabán. Képezte magát folyamatosan, most is képzi magát, ráadásul a Pázmányon, ami egy külön érdekesség, és egy profi hatalmas óvodát vezet, most már 4 tagovodából álló óvodát, amiben van olyan óvoda is, ami 2 és 2,5 éves kortól fogadja a kicsiket.
Nagyon köszönjük a munkádat az egész közösség nevében. Pilis a város önkormányzatának képviselő testülete a városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 4. paragrafusában foglaltak alapján dr. Csullag János részére posztumusz Pilis Csaba díszpolgára címet adományoz. Itt van dr. Csullag Jánosné, ő is Németországból érkezett hozzánk, és ő fogja ezt a díjat átvenni. Nagyon nagy szeretettel emlékezünk Jánosra. Én gyermekként ismertem őt, és azt gondolom, hogy megérdemli. Én nagyon elérzékenyültem akkor, amikor egyáltalán megtudtam, hogy ők vagy egyáltalán megemlékeznek róla. Mert a családommal együtt tényleg nekünk nagyon hiányzik, és nagyon nehéz és nagyon sajnáljuk, hogy olyan fiatalon elment. És sokat dolgozott. Én úgy érzem, mert végül is 32 éven dolgozott. Most már város, igen. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr. Köszönöm szépen. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselő testülete a városi kitüntető címek alapítására és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 9. paragrafusában foglaltak alapján Veszelovszky Norbert Pilis Csabai vállalkozó részére a Pilis Csaba vállalkozója díjat adományozza. Továbbá a képviselő testület a városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 9. paragrafusában foglaltak alapján Ritár László Pilis Csabai vállalkozó részére a Pilis Csaba vállalkozója díjat adományozza. Jelképesen ki. Nagyon szépen köszönjük. Fogyasszátok egészséggel.